Rendezte Massimo Mai. Nagy hírneve volt. A világ minden tájáról köré gyűltek az emberek. De miért? Mert filozófus volt. Bölcs ember volt. Vagy gazdag volt. Nem, azért, mert alázatosan celebrálta a misét. Reggeltől estig gyóntatott. Talán merész ezt így kimondani, de ő is hordozta az úr stigmáit. Pió atya. Feszület kereszt nélkül. Amint elkezdek imádkozni, a lelkem összeforra békével és a nyugalommal, de ezt nem fejezhetik ki emberi szavak. Ez egy nagyon összetett dolog. Az Úr őt választotta ki. Pió atyának megvolt az az ajándéka, hogy megvizsgálja a szíveket. Pió atya nem csak az imáit ajánlotta Istennek, hanem a szenvedéseit is. Csak egy mélyen vallásos, misztikus lélek fogadhatta ezt a szenvedést úgy, mint a bűnre való megoldást. Van egy város, San Giovanni Rotondo a Gargano vidéken, ami örökre összefonódott Pió atya nevével, a sokat vitatott testvérrel, akit sokan kritizáltak, sokan akadályoztak, de rengetegen szerettek. De a történet nem itt kezdődik, hanem Benevento tartomány egyik városában, Pietrelcinában, ahol 1887. május 25-én megszületett Francesco Forgione, vagyis Pió atya. Pió atya édesanyját lenyűgözte fia élete és szentsége. Hiszen ő adott neki életet, ő iskoláztatta, ő nevelte fel, és a hitben is ő tanította. 5 éves korában egyszer otthon volt, amikor hallotta, hogy valaki így szólítja. Francesco, Francesco! Elindult otthonról, ott hagyta a játékait, elment a Szent Anna templomba. Ott letérdelt az oltár első lépcsőfokára, és azt mondta, Jézus, te szólítottál? Azt mondta, hogy Jézus szent szíve megjelent neki, Francesco fejére tette a kezét, és így szólt. Igen, gyermekem, én hívtalak, hogy kövess engem. Ekkor Pió atya elhagyta Pietrelcinát, és bevonult a Marconei kolostorba. Noviciátusként szolgált, és a barátok már az elejétől fogva észrevették, hogy ez az ifjú más, mint a többiek, mert kivételes módon élte át a bensőséges közösséget az Úrral. Egy kicsit mogorvának tűnt, de csak a nőkkel. A férfiakkal kedves volt. Minket, nőket kidobott, amíg a férfiak sorban álltak, és megáldotta őket. Emlékszem egy asszonyra, aki otthon hagyta haldokló kislányát, hogy kétségbe esetten elfusson Pió atyáért. A gyóntatószékben találkozott vele, de Pió atya nagyon rideg volt, sőt bosszús. Hirtelen bezárta az ajtót, majd valami ilyesmit mondott az asszonynak. Jó, jó, de tőlem mit akar? Képzelj el, micsoda botrány volt. Na meg milyen mérges lett szegény asszony. De amikor hazaért, a lánya jól volt. Teljesen meggyógyult. Hogy mi is történt itt? Az atya mások érdekében szenvedett, de azt akarta, hogy azok is részt vegyenek a szenvedésben, ezért bánt velük kimérte. 40 évvel ezelőtt a barátaimmal jöttünk motorral, földúton, Pió atyához. Valaki bátran azt mondta, srácok, itt várunk erre az emberre, de minek? Aztán bementünk, hogy megáldjon minket.
Pio atya odaállt az illető elé, és azt mondta, menj innen, mert nincs hited. Ahogy az ige mondja, aki a szívet vizsgálja, az a mélyére lát. És tudatában van, hogy mi van a másik ember szívében és a lelkében. Ez Isten ajándéka bizonyos embereknek, akik ha részben is, de részt vesznek az apostoli küldetésben. Ezen felül ezt az ajándékot Isten a mások javára adja. Pio megkapta. Ő belenézett a lélekbe, megvizsgálta a lelki ismeretet. De ő ezt arra használta, hogy még könnyebben Istenhez vezesse a lelkeket. Néhány nappal ezelőtt furcsa dolog történt. A kolostorban voltam Anastázió baráttal, és ezzel egy időben egy távoli szép házban is voltam, ahol egy apa haldoklott, miközben éppen gyermeke született. A bilokáció nem csak egy mítosz, ez is Isten egy titokzatos ajándéka. Azt jelenti, hogy az ember egy időben két helyen van egyszerre. Hogyan lehetséges mindez? Egyszer pont erről beszélgettünk az ebédlőben. Mindenki elmondta a véleményét. Pio atya ezt mondta. Figyeljetek! A bilokáció létezik, Isten minden hatóságánál fogva. De senki sem tudja, hogyan működik. A kolostorban voltam, és ezzel egy időben egy távoli szép házban is, ahol egy apa haldoklott, miközben éppen gyermeke született. Akkor megjelent nekem a Szent Szűz, és azt mondta, én rád bízom ezt a kislányt, ezt a csiszolatlan gyémántot. Formáld őt, neveld őt, amennyire csak tudod, mert egy napon a díszemmé lesz. De hogyan? Hiszen én csak egy egyszerű ember vagyok. Azt se tudom, hogy megadatik-e egyszer nekem a papság öröme. De ha még megadatik is, hogyan nevelhetném a gyermeket, hiszen túl messze élek innen? A Madonna válaszolt. Ne kételkedj, a gyermek fog elmenni hozzád, de előtte még találkoztok a Szent Péter bazilikában. Ekkor kerültem vissza a kolostorba. A gyermek, akiről Pio atya beszél, 1905. január 18-án született Udinében. Évekkel később mondta az édesanyjának, hogy látott egy kapucinus baráthoz hasonló alakot, de senki más nem látta az épületbe sem bemenni, sem elmenni. Allontanarsi nella galleria del palazzo. 1923 nyarán az árva, aki már fiatal nővé lett, elment San Giovanni Rotondóba, hogy találkozzon Pio atyával. A tömeg ellenére előre ment és leült a régi sekrestje első sorában. Amikor Pio atya arra ment, megállt előtte, ránézett, és ezt mondta. Én ismerlek téged. Aznap születtél, amikor édesapád meghalt. Gyermekem, végre eljöttél hozzám. Már évek óta várok rád. Atyám, mit óhajt tőlem? Felelt erre a lány. Én nem ismerem, még sosem jártam a San Giovanni Rotondóban. A nénikémmel jöttem. Talán összetéveszt engem valakivel. Nem, nem tévedek. Nem keverlek össze senkivel. De te is ismersz engem. Tavaly eljöttél hozzám Rómába, a Szent Péter bazilikába. A Madonna rám bízott téged. Az előző évben a lány valóban Rómában volt, de nem talált gyóntatót. Ekkor látott egy barátot a bazilikában, és megkérdezte, gyónhat-e nála. A gyónás után hatalmas vigaszt talált a barát szavaiban. Utána azt várta, hogy kijöjjön a gyóntató székből, hogy megcsókolhassa a kezét. De nagyon meglepődött, amikor rádöbbent, hogy a gyóntató fülke üres. Pio atya különleges pap volt, stigmákat viselt a testén. Az őszinte hívek jobban szerettek hozzájárni gyónni.
Amellett, hogy Jézus kinyilatkoztatását hordozta stigma formájában a testén, az az ajándéka is megvolt, hogy belelátott a szívekbe. Sőt, sok esetben, gyóntatás közben maga Pió atya fejezte ki a bűnbánó bűneit. Habár még nagyon fiatal voltam, Pió atya azt akarta, hogy nála gyónjak. Még ha egy szentgyónásról is van szó, a gyónás titok, és nem lenne szabad róla beszélni. De most elmondom, hogyan zárult az utolsó gyónása. Ott ült egy széken, én pedig mellette voltam. Véget ért a gyónás, és Pió atya könnyekben tört ki. Nem tudtam, mivel vigasztaljam. Mivel fiatal voltam, nem láttam semmilyen kapcsolatot a bűne és a könnyei között. Ezt megmondtam neki, majd ezt kérdeztem. Miért csírsz? Ebben a pillanatban ő vált az én tanítommá, és ezt mondta. Fiam, lehet, hogy azt hiszed, hogy a bűn a törvény megsértése, de nem. A bűn a szeretet megsértése és elárulása. Nem tudom már, hogy kinek a biztatására, de elmentem. Az első dolog, amin elgondolkoztam a Szentről, hogy mise celebrálás közben sírt. Miután vége volt, oda mentünk a sekrestyébe egy baráttal, akivel voltam, és ott találkoztunk vele. Ő pedig rám nézett. Én sosem felejtem el azt a pillanatot, mert sosem felejtem el Pió atya szemeit. 35 éves voltam. Már nem voltam fiatal. A kulturális és szórakoztató szférában dolgoztam. Szóval megszoktam, hogy fontos emberekkel találkozom. De Pió atya szemei nem olyanok voltak, mint a többieké. Úgy éreztem, átszegez velük. Nagyon elegáns voltam. Egy kicsit hiú is. Teveszőrkabátot viseltem, tehát igazi úriember voltam. Ekkor azt mondta nekem, te lesüllyedtél a mélybe, fiam, de mostantól felfelé visz az utad. Egy Karapóli nevű embernek térdsérülése volt. Elment Pió atyához, kivárta a sorát, és Pió atya morcosan, mint mindig, rászólt. Miért nem térdelsz le? Ő pedig így felelt. Hát hogyan térdelnék le? Béna a térdem, pont ezért jöttem ide. Térdelj le, felelte Pió atya. Mivel meggyőzte, megpróbált letérdelni, és behajlította a térdét. Mi is az a megmagyarázhatatlan gyógyulás, amire nincsen racionális magyarázat? Ráadásul, ha imádság és egy szent, például Pió atya, a Madonna, vagy Szent Antal közbenjárásával történik, akkor csodának hívjuk. Ezt a gyógyulást Isten adja a természet feletti közbenjárás által. Egyszer egy kapucinus barát megkért, hogy írjak zenét egy imádságra, amit egy olyan apáca írt az Atyaistenről, akit nem ismertem. Elkezdtem játszani, de nem tetszett. Semmire sem jutottunk vele. Ekkor a testvérem, aki most már kapucinus barát, kérte, hogy tartsunk egy kis szünetet, mert csak elsietjük a dolgot, és mégsem jutunk sehová. Mondta, hogy imádkozzunk Pió atyához. Beleegyeztem. Bekapcsoltuk a felvevőt, és elkezdtem zenélni. Nagyon egyszerű, de szép akkordokat játszottam. A dallam és a szöveg összeforrt. Én csak játszottam és énekeltem. Aztán azt mondta, amíg te játszottál, addig az én Pió atyámhoz imádkoztam. A dal egy csapásra életre kelt, az elejétől a végéig. Utána meg kellett tanulnom a dalt. Szerencsére felvettük az egészet. A végén csak annyit tudtam mondani. Hűha!
De az ördög, az örök ellenség most sem maradt tétlen. Figyelte az Úr szolgáit, és közben háborút tervezett ellenük. Késő este volt már, amikor pokoli lármával elkezdte a támadást. Először nem láttam semmit, de tudtam, honnan jön ez a furcsa zaj. Ahelyett, hogy megijedtem volna, felkészültem a harcra, gúnyos mosollyal az arcomon. A legförtelmesebb formákban jelentek meg előttem. Először jól viselkedtek velem, hogy elbízzam magam. De én jól összeszittem őket. Úgy bántam velük, ahogy megérdemelték. Amikor látták, így nem mennek semmire, lecsaptak rám. A földre vetettek, és őrjöngve elkezdtek ütlegelni. Dobálták a párnákat, könyveket, székeket. És kétségbe esetten kiáltoztak, és undorító dolgokat mondtak. Az egyház tanítása szerint vannak jó angyalok, akiket Isten a jó emberek javára használ, és vannak rossz angyalok. Ezek azok, akik nem Istent szolgálják. Őket nem Isten küldi, hogy gyötörjék az embereket. A saját rossz indulatukból és Isten iránti gyűlöletükből gyötrik az embert az Istennel való kapcsolatában. Az első és legördögibb tettük, hogy egy gondolatnak, vagy hiányérzetnek, vagy az ember gyarló szokásának álcázzák magukat, hogy pszichésen is növeljék a kísértés erejét. Szent Wolfgang arra kényszerítette az ördögöt, hogy tartsa az imakönyvet. Ha az ember enged ezeknek a késztetéseknek, akkor bár az ördög növeli a kísértést, mégis az ember maga felelős. Az emberek 90%-a, aki így tesz, azzal védekezik, hogy csak játékból tették. Ez igaz, de ne feledjük, hogy amíg az ember tehet dolgokat játékból és valóságosan is, az ördög sohasem játszik. Máskor a gonosz képes a híveket egészen nyíltan támadni. Az ágyamban voltam, amikor a gonosz lelkek nekem estek, és olyan brutálisan vertek, hogy szerencsés vagyok, hogy túléltem ezt az egészet. De a Jóisten, aki engedte, hogy azok a szörnyek így meggyötörjenek, nem felejtett el megvigasztalni és megerősíteni engem. Pio atya nagyszerűségét egyeseknek, az úgynevezett bölcsembereknek valószínűleg nehéz elfogadni, megérteni, mert manapság a gonosz létét is vitatják, már majdnem tagadják. Mégis a pietrecinai szobájától kezdve San Giovanni Rotondóig Pio atya életében háború folyt a sátán ellen. Volt egy észak-olaszországi lány, akit megszállt a gonosz. Amikor Pio atya elment mellette, és megáldotta, észrevette a helyzetet, és így kiáltott. Menj ki belőle! Én mit sem tudtam az egészről, bár láttam a lányt. 19-20 év körüli volt. Rávetette magát Pio atyára, úgy kellett lefogni a mellette ülőknek. A lány elkezdett ordítani. Ezért még megfizetsz?
Semmit nem értettem. Megragadtam Pio atyát, és elvittem onnan. Fél 11 körül történt, hogy hallottunk valamilyen hangot, egy puffanást. Testvérek, testvérek, gyertek! Pio atya segítségért kiáltott. Berohantunk a szobájába, és ott találtuk a földön. Keze lába kifeszítve, az arcáról folyt a vér. Mi történt? Kérdeztük. Békén kellene már hagynod a démonokat. Amíg fiatal voltál, tudtál ellenük harcolni, de nézd meg, hogy most mit is tettek veled. Már kudarcra vagy ítélve. Ő így felelt. Én mindig győzök a gonosz ellen. Na és ha a gonosz ellen kellett harcolni, hát nem láttátok azt a szegény lányt? Annyira megsajnáltam. Bevallotta, hogy a lány szabadulásáért cserébe fizikailag szembe kellett néznie a gonosszal. És így győzte le. Az Úr megfizet szolgáinak a hűségükért. Pio atya szenvedéseiben a legnagyobb kegyelmet kapta. Testi fenyítéssel vezekelhetett az évszázad embereiért. A szenvedés megrészegítette Pio atyát. Az érzés nagyon nehéz kifejezni, hiszen minden normális emberi vágyal ellenkezik. Valóban ellenkezik a vágyainkkal, az enyémmel, a miénkkel, mindenkiével. Senki sem szeret szenvedni. Még maga Jézus Krisztus sem, hiszen amikor közeledett a kereszthez, azt mondta, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem a keresztet. Tudjuk, hogy az Isten az embert örökké valónak teremtette. Ne feledjük, hogy a halál az a szenvedés, amely magába foglal minden emberi szenvedést. Az, hogy Isten az embert örökké valónak teremtette, azt jelenti, hogy szenvedés nélkül teremtette meg. Halhatatlannak teremtette, szenvedés nélkül. De akkor miért van a Földön szenvedés? Az ember bűne miatt. A szenvedés és a halál az ember bűneinek gyümölcse. Azaz, ezek további vezeklést jelentenek a bűnért. Ennél fogva csak egy mélyen vallásos lélek képes elfogadni a bűnért való szenvedést, hogy elpusztítsa a bűnt. Ez a bűnért való eggesztelés. Jézus ezt hajtotta végre. Amikor Jézus szeretetből vállalta a keresztet, a szeretetből vállalt szenvedés olyan édessé vált, mint maga a szeretet. A legédesebb dolog a férfi és a nő számára, minden emberi lény számára a szeretet. Ha valaki szeretetből szenved, a szenvedés maga is olyan édessé válik, mint a szeretet. Ezt mondta Pio atya. Ismereteim szerint még egyik szent sem érte el a miszticizmus ezen szintjét. Hála az égnek, karácsony óta rendben van a gyomrom. Nem sokkal azelőtt csak a vizet tudtam befogadni. De a lázamnak még csökkennie kell. Majdnem minden éjjel rám tör ez a betegség. És ilyenkor nagyon izzadok. Ez a szenvedés magas lázzal járt, és néha nagyon extrém értékeket ért el. A betegségnek voltak olyan szakaszai, amikor a láza elérte az 51 Celsius fokot. Ez már gyakorlatilag halálos, mert 42 fok fölött már megszoktak halni az emberek. Aztán ez a magas láz, ami olykor 45-47 vagy 51 fokos volt, váratlanul eltűnt, és Pio atya sokkal jobban lett. Ez a láz biztos, hogy fentről jött. Olyan furcsa, rejtélyes láz volt, hogy emberi nézőpontból nem tudjuk megmagyarázni. Igazából nem csak mi, hanem az orvosok sem. Amikor normális hőmérővel megmértük a lázát, a lázmérő egyszerűen szétrepett.
Vörös folt jelent meg a tenyere közepén, akkora, mint egy pénzérme, és heves fájdalommal járt. Pio atya stigmáinak történetében volt egy úgynevezett láthatatlan stigmákból álló időszak, és egy úgynevezett látható stigmákból álló szakasz. Volt, hogy félrevonult, és egyedül imádkozott egy szilfa alatt. Építettek neki egy kis kunyhót, hogy megvédjék a naptól és a kíváncsiskodók tekintetétől. 1910. szeptember elején, amikor a kunyhóban imádkozott, a megfeszített Jézus megjelent neki, és Pio atya megkapta a stigmákat. Ezek a stigmák teljesen láthatóak voltak. Teljesen megdöbbent, amikor meglátta őket, és szüntelenül kérte Istent, hogy vegye el tőle, de nem a fájdalom miatt, hanem mert összezavarta. Isten, micsoda zűrzavar és megaláztatás ez, aminek aláveted teremtményedet. A sebek néha láthatatlanná váltak a testén. Ilyenkor is szenvedett, pedig senki se látott rajta semmit. Bizalmasan közölte velünk, hogy a sebek csütörtök estétől szombat reggelig válnak láthatóvá, tehát pénteken is, a szenvedés napján. Ez egészen addig így volt, amíg Pietrelcinában volt. 5. este, a gyóntatás alatt, hirtelen nagyon megrémültem. Egy mennyei lény jelent meg előttem. A kezében volt valamilyen eszköz. Valamiféle vaspenge, ami hegyes volt, és fények áradtak belőle. Ezután ezt a furcsa pengét beleszúrta a lelkembe. Nyöszörögni is alig tudtam. Azt hittem, meghalok. Ez a mártíromság 7. reggeléig tartott. Attól a naptól fogva úgy éreztem, végzetesen megsebesültem. Annak alapján, amit később Pio atya és a lelki vezetői mondtak, ez fizikai sebesülés volt az oldalán. Szeptember 20-án Pio atya újabb 4 sebet szerzett. Az utolsó hónap 20-ájának reggelén a mise után a kolostorban meglepett az az álomszerű élmény, ami körülvett. Mind a külső, mind a belső érzékszerveim a teljes békesség állapotába kerültek. Mindenhol teljes csend honolt, bennem is, körülöttem is. Lenyűgözött a mérhetetlen békesség, a teljesen meghitt elszigeteltség, ami egész lényemet megérintette. Ez az egész egy szempillantás alatt játszódott le. Mi alatt ezek történtek, egy titokzatos lény jelent meg előttem, ami hasonló volt ahhoz, amit augusztus 5-én láttam. De abban különbözött, hogy ennek a kezei, lábai és az oldala is vérzett. Teljesen megrémisztett a látványa. Ki se tudom fejezni, hogy mit éreztem akkor. Úgy éreztem, meghalok. És meg is haltam volna, ha az Úr meg nem erősíti a szívemet. Mert olyan érzés volt, mintha szétszakadna. A látomás elmúlt, de akkor vettem észre, hogy a kezeimből, lábaimból és az oldalamból csöpög a vér. Képzeld el, micsoda kint éltem át akkor, és azóta is, majdnem minden nap. Quasi tutti i giorni.
Pio atya részt akart Jézus szenvedéseiből, és ezért nem kímélte magát, de mindent megtett, hogy könnyítsen mások szenvedésein, és valódi emlékművet emelt a szenvedés ellen. Pio atya mindenképpen meg akarta valósítani ezt. Lelki szemeivel látta a célt, mert ezt mondta egyszer. A San Giovanni Rotondóból áradó könyörület folyó segíti majd a betegeket és a szenvedőket. Nagyon fontos, hogy ezt rögtön a háború után mondta, amikor nagyon rosszak voltak az életkörülmények Olaszországban. Amikor az egészségügyi ellátás nem mindenki számára volt elérhető, Pio atya azt mondta, hogy mindenkinek segíteni kell, különösen a szegényeknek. Gargano sziklaszirtjénál Puglia egyik legjobb klinikája. Ez a Pietre Cinei Pio atyának köszönhető, aki 1918. szeptember 20-án stigmákat kapott az Úrtól, San Giovanni Rotondo kolostorban. A Szent Atya elküldte apostoli áldásait. Del Caro bíboros is megérkezett repülővel Bolognából. Pio atya éppen egy másfél órás misét tartott a klinika pillérei alatt, hatalmas tömeg és sok fontos ember előtt. Az a fél marengó érme, amit 1910. január 10-én adott munkatársainak, 16 évvel később másfél milliárd lírát ért, és pont ennyi kellett ehhez a jótékonysági szolgálathoz. 1940. januárjában már beszéltek erről három munkatársával. Aztán a háború után újra felmerült az ötlet. 1946-ban a még életben lévő munkatársaival elkezdték felépíteni a kórházat. Kórházunkat 1956-ban avattuk fel. Egy olyan környéken, ahol kevés volt a kórház, és az alapvető orvosi létesítmények is hiányoztak. A nyitáskor 300 ágyra és az alapvető egészségügyi ellátásokra voltunk berendezkedve. Természetesen az idő múlásával az egészségügyi ellátások is bővültek. Ma a kórházban 1200 ágy van, és alkalmas minden orvosi beavatkozásra. Mára olyan intézménnyé vált, amely mind szervezeti, mind funkcionális oldalról rettentően összetett. Olyan kórházi szervezetté vált, amely technológiailag is, és szakmai hozzáértésben is kimagasló. Atyám, a klinika tele van, nem tudok több beteget fogadni, mondta egy orvos. Ő sosem küldi el a beteget. Nem csukhatjuk be az ajtót előttük. Mit fogsz majd mondani Szent Péternek? Hogy bár orvos vagy, mégis a betegek arcába csapod a kórház ajtót? De hát mit tehetnénk, atyám? Bővítsük ki a kórházat. Valaki azt mondta, atyám, engem meg kell, hogy operáljanak. Emlékszem erre, azt mondta, de csak ha meg akarsz halni. Senkit sem azért operálnak meg, hogy meghalljon, hanem hogy meggyógyítsák. Ez egy olyan eset volt, amikor nem volt szükséges az operáció. Később, ugyanaznap reggel egy másik azt mondta neki, atyám, engem meg kell operálni. Ő erre csak ezt mondta, gyermekem, Isten áldásával. A kérdés ugyanaz, de más a válasz. Ugyancsak azon a reggelen volt, hogy valaki megint szólt neki. Nem érzem jól magam. Van, aki azt mondja, hogy meg kell operálni engem, és van, aki azt, hogy nem. Mit csináljak? Pio atya ezt mondta neki. Imádkozz, fiam, majd én imádkozom veled. Mivel folyton a közelében voltam, emlékszem, hogy miket mondott az őt korábban kérdezőknek, ezért megkérdeztem. Neki miért nem válaszolsz? Ekkor keresztet vetett, és azt mondta, ha senki nem mond nekem semmit, hogyan adhatok neki választ?
Órákat készült a misére. A rózsafüzér volt a kedvenc imája. Emlékszem, egyszer a női galérián imádkozott. Gyakran elővette a rózsafüzért. Ha a Pio atyáról beszélgetünk, valaki megemlíti a stigmáit, a szenvedéseit. Mégis Pio atya szolgálata nem az volt, hogy egész életében beteg legyen, sem az, hogy hordozza magán a stigmákat. Az ő szolgálata és elhívása az volt, hogy pap legyen, és milyen nagyszerű pap volt. A tetőpont, ami kifejezi Pio atya életét és szívét, az a Szent Mise volt. Ezt tanúsíthatom. Hajnali 2-kor kelt, hogy felkészüljön a Szent Misére. Többször az éjszaka kellős közepén hívott csengővel. Oda rohantam, mert azt hittem, hogy szüksége van valamire. Emlékszem, egyszer azt mondta, jól van gyermekem, menjünk misét mondani. Ránéztem az órámra, és 2:30 volt, ekkor mondtam neki, de miért mondjunk ilyenkor misét? Azt fogják hinni, hogy megőrültünk. Ez sokkolta. Megőrültünk? Miért? Nem bírom tovább. Az éjszaka közepén lementem vele a sekrestyébe. Közelebb volt az Úrhoz, már majdnem fizikailag is, és amikor a misét celebrálta, az nagyon látványos volt. Pietrelcinában a mise 4-5 órás volt. San Giovanni Rotondóban 2-3 órás, de élete vége felé már csak 1 órás volt. Viszont Pio atya 1 órás miséje még azoknak sem volt teher, akik túl hosszúnak tartották a miséket. Csak úgy repült az idő. Pio atya nem celebrálta, vagy elmondta a misét, hanem megélte azt. Amikor valakivel beszélgetésbe elegyedett, gyakran láttam, hogy csöpög a vér a kezéből az oltárra, még a korpoláréra is. Azoknak az áldozatoknak a vére volt az, akik egyesültek a megváltóval, Jézussal. Annak ellenére, hogy hosszú ujjú ruhákat hordott, hogy elrejtse sebeit, mikor felemelte kezét és kinyújtotta így, akkor a ruha felcsúszott. Gyakran szolgáltam vele a misén, és olykor patakokban folyt róla a vér. Pio atya igazi missziója ez volt. Visszavezetni az embereket Istenhez, közelebb hozni őket az oltári szentséghez és az atyával való bensőséges kapcsolathoz. Nap nélkül könnyebb lenne élni a földön, mint szent mise nélkül. Ez volt Pio atya nagy küldetése. Beszélhetnénk még az ő csodájáról, a szemeiről, amelyek olvastak a szívekben. A soha véget nem érő imáiról, a gonosszal való harcairól, a stigmáiról, de csak egyetlen célból, hogy megértsük a dolgok hátterében lévő dolgokat. Hogy meglássuk, hogy minden imádság mögött, minden gyógyulás, minden gyónás, minden a testéből kifakadó csepp vér mögött Pio atya őszinte, Istennek szóló áldozata állt. Ezáltal megérthetjük, hogy Pio atya testében, életének minden pillanatában a Krisztus szenvedéseiben való áldozata valósult meg, és ez újult meg minden misében mindig, amikor a pap megszenteli a kenyeret és a bort, mely Krisztusunk testévé és vérévé változik. Megértjük, hogy minden egyes megszenteléssel Krisztus meghal, megújítva ezzel az atyának való felajánlásunkat, az emberi áldozatot, ami manapság már nem sokakat érdekel. Közömbösen elmegyünk a városunkat díszítő templom mellett, miközben elfelejtjük, hogy odabent az oltár mellett egy zárt szekrényben Jézus Krisztus vár ránk, aki az élő Isten közöttünk, aki eljött, hogy legyőzze a halált, és elhozza a legegyszerűbb üzenetet, ami ugyanakkor legnehezebben elfogadható üzenet, hogy szeressük egymást. Pio atya minden idők legnagyobb szentje. Nagysága összhangban volt az idők nagyságával. Narrátor Torján Péter közreműködött.
Cvetko Sándor, Versényi László, Bókai Mária, Lukácsi József, Várdai Zoltán, Bordás János, Sági Tímea, Gardi Tamás, Fehér Péter, Kajtár Róbert. Magyar szöveg Kis Attila, hangmérnök Böhm Gergely, rendező Kolos Dóra, produkciós vezető Földi Tamás. A magyar változat az Etalon Film Kft. Megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Műtermében készült 2008-ban. Forgalmazza az Etalon Film.